A Hírhet 114-es számú sürgősségi adóügyi kormányrendelet kapcsán hallgatták meg Eugen Teodorovics pénzügyminisztert a parlamentben, a kormány órája keretében. Az ellenzék kemény szavakkal bírálja a jogszabályt, a pénzügyminiszter szerint azonban bátor intézkedésről van szó. Az RMDS halasztást kér. 2018. decemberében jelent meg a 114-es számú sürgősségi kormányrendelet, amely minden előzetes vita vagy hatástanulmány nélkül néhány lényeges pénzügyi változtatást vezetett be, ráadásul azelőtt, hogy megjelent volt a 2019-es költségvetés tervezete. A leginkább vitatott előírások között található a bankok aktíváinak megadóztatása a robor szintje függvényében, illetve az energetikai cégek forgalmára kivetett adó megnövelése 0,2%-ról 2%-ra. Az ellenzék szerint a rendeletnek számos negatív következménye van, ezért a visszavonását kérik. Ați spus în programul de guvernare că prioritatea dumneavoastră este securitatea energetică. Azt állították a kormányprogramban, hogy az önök prioritása a Románia energetikai biztonsága. A 114-es rendelettel azonban nem tesznek más, mint tönkreteszik a széntermelést, ahogy láttuk a januári krízisből, az oltényei energetikai komplexumban. Sikerült elhalasztani a fekete-tengeri földgáz kitermelését is, miután a legnagyobb beruházók azt mondták, egyelőre nem fektetnek be. Válaszában Eugen Teodorovics pénzügyminiszter azzal érvelt, hogy a Romániában jelenlévő multinacionális cégek milliárdos forgalom mellett alig jelentenek profitot, a nemzetközi bankok pedig felelősek a hitelezés alacsony szintje miatt a kamatok mesterségesen magas szinten tartásával. Pot spune fără ezitare că ordonanța de urgență 114 este actul normativ. Habozás nélkül állíthatom, hogy ez a sürgősségi rendelet a legbátrabb jogszabály a forradalom óta, tekintve a benne foglalt intézkedések komplexitását és azokat a szakterületeket, amelyeket szabályoz. Talán pontosan ezért léptek fel ellene, még mielőtt elfogadásra került volna. Az RMDS álláspontját Benedek Zakariás képviselő ismertette a képviselőház pulpitusáról. Elmondta, a szövetség nem fogja támogatni szavazatával a rendeletet, amikor a törvényhozás elé kerül, mert számos olyan eleme van, amelynek a hatása ismeretlen, és nem szerencsés olyan jogszabályok elfogadása, amelyeket nem előzött meg szakmai konzultáció vagy hatástanulmány. Nem azt mondjuk, hogy hibás teljesen, azt sem mondjuk, hogy jó, hanem azt, hogy kell egy hatástanulmány, kértük, hogy egy évvel halasztodjon, ez ennek a rendeletnek a gyakorlatba ültetése, mert akkor lenne egy év, hogy ezeket a hatástanulmányokat el lehessen végezni. A képviselő hozzátette, nagyon sok olyan eleme van a rendeletnek, amely jelentősen befolyásolja a pénzügyi törvényeket, ezt pedig nem lehet egyik napról a másikra egyetlen tolvonással módosítani. Lehet, hogy az intézkedések között van olyan is, amelynek pozitív lehet a hatása, de ezt először meg kell vizsgálni, nem csak úgy bevezetni, hogy majd meglátjuk, mi lesz belőle.